Szerbusztok, drága követőim! 2024. február 22. csütörtök, 3 óra 27 perc van, és robogunk 130-al az M3-as autópályán Ferihegyre, és hát hamarosan megindul a nagy kaland, és itt van Sanyi bácsi is. Szevasztok! Az országos hírű Ölveti Blues Band egykori basszusgitárosa. Basszusgitáros voltál, ugye? Nem gitáros, az. Gitáros voltál? Basszusgitáros voltál? Az. Szóval ilyen vidám hangulatba telik az út. 7 óra 30-kor indul a gép Londonba, a Heathrow-ra, és onnan pedig 11 óra 30 környékén, 11 óra 20 környékén pedig Miami-ba. 1 óra 7 perc az út még egészen a Liszt-Ferenc repülőtérig. Megálltunk a rekettyés pihenőhelynél egy kis cigipisi szünetre. Sanyi bácsi cigizik, hát én ugye sportemberként nem cigizek, sose cigiztem. És mutassuk már meg, hogy is van itt ez a... csak sötét van nagyon. De fel tudom kapcsolni a lámpát. Így, és akkor látjátok, hogy... Itt van egy frizsider. Így néz ki. Egy fasz a kis lapos tévé. Én ezen a kis lapos tévén fogok bringázni egészen Floridáig, az Atlanti-óceánon keresztül. Na, mit szóltok? Szóval, rekettyés és pihenőhely Budapest előtt olyan... Mennyire vagyunk? 110. 110 kilométerre. És... Hát még azért egy jó, mennyi egy 50 perc még, Ferihegy? 51 óra, 50 perc, igen. 50 perc körül. Úgyhogy, hát haladunk, szépen haladunk. De jó idő van, lehet látni a lehelletet. Most néztem, 3 fok. 3 fok van. Na és meg is érkeztünk a... Adja el a körforgalmat. Liszt-Ferenc repülőtérre. Most itt keressük a terminált. Keresünk egy jó kis parkolóhelyet. Elég nagy az élet, úgy látom. 5 óra fele vagyunk. Na, gyerekek, megérkezés a londoni Heathrow repülőtérre. Európa egyik legnagyobb repülőtere ez. És hát most nekem a 30-as kaput kell megkeresnem, ami nem egy leányálom, akkora ez a repülőtér. De úgy látom, hogy már el is hagytam a 30-as, vissza kell fordulnom. Ja, és hát természetesen a British Airlines késett. Persze, mindig késik. Sikerült egy T-Mobile-ba elvergődnöm, miután megérkeztem Miami-ba, és most vásárolok egy hónapos kártyát. Ha minden jól megy, akkor ez egy korlátlan csomag lesz. Jól fogok tudni internetezni. Na hát a legdurvább, hogy 3 bankkártyát se fogadott el itt a T-com, vagy T-Mobile, vagy mi az Isten ez, T-Mobile. Se az Unicreditet, se a Revolutot, se a Skrillt. Egy kicsit kezdek aggódni, még szerencse, hogy volt 75 dollárom cashbe, mert ki tudtam fizetni a kártyát. Még most itt aggódnak kicsit itt a kollégák, még itt bejárkálnak itt hátra a különböző instrukciókért. Meglátjuk, hogy mit dob a gép. Miami este 9 óra, be is sötétedett, de szerencsére sikerült elintéznem minden olyan dolgot, amit a ma estére terveztem. Bevásároltam a Walmartban,
megvettem az amerikai telefonkártyát egy hónapra, úgyhogy most várom éppen az Ubert, hogy visszavigyen a szállásra és összeállítsam a biciklit holnap reggelre, a holnap reggeli indulásra. Hát aztán pihenés, mert kb. 40 órája vagyok talpon. Hát nem volt egyszerű idáig elvergődni. Most már pihenés a ma éjszakára. Ezt a kis közeli hotelt sikerült kiszúrnom el egész jó áron. A reptérhez egy olyan 20 percre van Uberrel. Itt fogom az első éjszakát tölteni, és holnap reggel már indulok is Key Largo-ba, azaz a Florida Keys szigetek első megállójára, ez körülbelül olyan 100 km lesz. Eddig még minden a tervek szerint. Ebbe a szállodába fogok visszatérni majd a körút után, és ha minden jól megy, akkor 2 vagy 3 éjszakát fogok eltölteni a kalandozásom végén. Csomagom teljesen rendben van, sértetlenül megérkezett, bár azért én holnap reggel még nagyon kíváncsi leszek a kerékpáromra, mert a kerékpáros dobozon azért láttam egy-két sérülést. A porta melletti kis raktárba rakták be, holnap reggel fogom összeállítani, most már 9 óra elmúlt, 9 óra 30 perc van, és emiatt már nem kezdek neki csörömpölni, itt a lakók legnagyobb örömére. Úgyhogy holnap reggel viszonylag korán kell kelnem, és összeállítani a biciklit. Most fogok indulni a túrára. Szép pálmafás környék, igazi, tradicionális Miami. Egyébként nagyon-nagyon hasonlít Los Angelesre, szinte megközelítésig ugyanúgy néz ki az egész város, mint Los Angeles, tehát meg is lepődtem. A mai célpont a Florida Keys, Key Largo szigete. Hát körülbelül 100 km lesz ez az út. Sík tere. Úgy érzem, hogy olyan nagy kihívás nem lesz. Miami külvárosában vagyok már. Tépek kifele teljesen a városból, hát azért nem egyszerű kijutni. Hatalmas ez a floridai város. Egyébként a második legnagyobb város Floridában. Az első az, de lehet, hogy harmadik talán, nem is tudom, de az első az biztos, hogy Orlando. Vagy Jacksonville, fene tudja, talán Jacksonville az első. Második Miami és harmadik Orlando, de hát ez hamarosan ki fog derülni a következő hetekben, mert mind a három nagyvárost keresztül fogom bringázni a körtúra során, úgyhogy össze fogom tudni hasonlítani a városokat. Húzok kifele Miamiból, és nagyon szép az időjárás, igazi bringás idő van. Körülbelül 24-25 fok a hőmérséklet, délelőtt 10 óra van. Elindultam a motelből. Hát még ma reggel sikerült összerakni a bringát, mert tegnap éjszaka már nagyon fáradt voltam. Közel 48 órája voltam ébren és talpon, szóval már tegnap éjszaka nem akartam összerakni a bringát. Nem akartam a motelbe ott csörögni, csattogni, tele volt a motel spanyolokkal, ázsiaiakkal, úgyhogy inkább ma reggel kicsit korábban keltem, és bár ez a korai kelés, hát 4 órát aludtam összesen, ez a jetlag, ez egy kurva kemény dolog. Ugye nem is voltam álmos, nem voltam éhes, tehát baromi furcsa. Bár 15 évvel ezelőtt, amikor jártam Los Angelesbe, illetve a 10 és 15 év között, mert 3-4-szer voltam Los Angelesbe. Hát akkor azért már megtapasztaltam a jetlagnek a áldatlan hatásait, vagy áldásos hatásait. Hát nem egyszerű, de tudni kell kezelni. Igazából azt mondják az okosok, hogy az a rákfenéje a dolognak, úgy tudod kiküszöbölni a jetlag hatásait, hogy a helyi idő szerinti időbeosztást tartod be, tehát gyakorlatilag, hogyha megérkezel mondjuk Miamiba délután 5 órakor, vagy 5:30, mint amikor én megérkeztem tegnap este, és már ugye másfél napja voltam talpon, ébren, ezért nem szabad lefeküdni azonnal, hanem meg kell várni az este vagy az éjszaka helyi idő szerinti éjszakát, és akkor kell lefeküdni, és akkor utána elvileg, csak itt nézem, hogy merre kell menni közben. Jó? Igen, jó. Oké.
Thank you. Szóval visszatérve a jetlagre. Tehát a helyi idő szerinti estét és éjszakát kell betartani, és akkor másnap, mindegy az, hogy 2-3 óra alszol, az a lényeg, hogy másnap reggel keljél fel, bármennyire is fáradt vagy, ha csak néhány 3-4 órát alszol, az is elég, és aztán utána a biológiai órád kicsit jobban fog működni, mint hogyha azonnal lefekszel és egyből kipihened magad, akkor olyan szinten felborul a biológiai órád, hogy 2-3 napig se térsz magadhoz. Na, röviden ennyi. Folytatom az utat kifelé Miamiból. Igazából nem fogok nagyon most Miamiról videózgatni, mert egy hónap múlva ugye visszatérek ide, és akkor el fogok tölteni 2-3 napot városnézéssel, de hát most kifele, amit érdekesnek találok, azért azt levideózom, lefotózom. Már is itt ebben a városi parkban ilyen érdekes madarakat lehet látni. Majd utána nézek már, hogy milyen madarak ezek, meg úgy általában Floridában milyen madarak vannak. Azért napra kész legyek, meg a videóimban azért releváns információkat adjak, de annyira nem félnek érdekes módon. Na gyerekek, ez már dél Miami, már egészen közel vagyok a szigetekhez, még egy olyan jó 25 kilométer. Coral Oaks. Kicsit felerősödött a szél, remélem, hogy nem lesz vihar, bármikor bármi megtörténhet. Egyelőre nagyon jó az idő. Igazából az infrastruktúra is borzasztóan jó, eddig Miami belvárosából, vagy majdnem belvárosából szinte végig kerékpárúton, vagy kerékpár nyomon, kerékpár sávon tudtam közlekedni. Nagyon egyszerű volt, és úgy őszintén olyan nagyon nagy forgalom nem is volt. Tehát olyan borzasztóan katasztrofális forgalmat nem tapasztaltam. Igazából egy kicsit féltem is attól, hogy hatalmas forgalom lesz, és majd Miamiból nehezen fogok tudni kikeveredni, de teljesen egyszerű volt. Tehát nagyon, nagyon kis barátságos kerékpárbarát városnak is nevezhetném. Bár hát még ez egyelőre csak az első nap fele, dél van. Hát egyelőre a kerékpárutakkal kapcsolatban a tapasztalataim azok nagyon jók. De felerősödött a szél. Szóval egyelőre a tapasztalataim még kerékpáros utakat illetően nagyon jók. Tényleg le a kalappal. De hát mondjuk ezt vártam is egyébként, tehát azért ezen nincs mit csodálkozni. Azért az USA-ban vagyunk. És a kitáblázottság is egészen frankó. Szóval folytatom tovább az utat a szigetek felé. A déli 1-es kerékpárút, az Old Cutler Trail. Ez már teljesen le fog vinni a Florida Keys szigetekig. Itt már egy kicsit azért felgyorsult az autós forgalom is, és a kerékpáros forgalom is. Eddig egyébként nem volt kerékpáros forgalom, sőt autós forgalom se nagyon. Valami oknál fogva itt a külvárosba már egyre erősebb a forgalom. Kerékpárosokat is lehet most már látni szép számmal, de nem igazán túrakerékpárosok, tehát csomagos turistákat nem láttam még. Inkább országúti kerékpárosok, vagy ilyen hétvégi kocakerékpárosok, akik így egyszer-egyszer kijönnek ilyen fasza csili-vili kis ruhákba, aztán azt hiszik, hogy ők már mindent tudnak a kerékpározásról. Volt, aki meg se állt, amikor útbaigazítást kértem, így elmenem mellettem, így nézett nagy bamba szemekkel, úgyhogy azért mondom, hogy elég sok kocabringás van itt azért. Na de mindegy, hát kitalálom én azért egyedül is az utat, egy kicsit nehézkes, de most már célegyenesben vagyok. Egyébként a Maps Me applikációm, amit használok már nagyon régen, már legalább vagy 10 éve, két utat mutatott. Az egyik közvetlen a tengerparton, az óceánparton vezet. Egyébként ez az Old Cutler Trail is közel van nagyon az óceánhoz, de nem lehet látni. És egy másik út,
amit mutatott az applikáció, az teljesen a tengerparton vezet, és hát azt nem mertem bevállalni két ok miatt sem. Az egyik oka az volt, hogy nem lehet tudni, hogy ez, vagyis én legalábbis nem tudtam kideríteni, hogy bitumen út, vagy pedig földút, homokút, és inkább ezen a jelzett útvonalon fogok haladni, ami egészen biztos, hogy kerékpárút, illetve bitumenes. A másik oka pedig az volt, hogy nem nagyon akartam a fürdőzőket kerülgetni, mert hogyha teljesen a tengerpart szélén megyek, ami nagyon nyilvánvaló volt, hogy akkor rengeteg turistával és fürdőzővel fogok találkozni, hát azt a hátam közepére sem kívánom igazából. Hát meglátjuk majd, hogy a következőkben mi fog történni ezen az úton, de egyelőre meg vagyok elégedve, és nem nagyon akarom a turisták tömegeit kerülgetni a tengerparton, tehát ez volt a másik oka, úgyhogy haladok tovább szépen lassan lépésben. Na gyerekek, megálltam egy benzinkútnál fújtatni a kerekekbe, mert ugye az összeszerelésnél a kis pumpám az félig meddig volt jó, és mindenképpen meg kellett állnom egy benzinkútnál egészen felfújtatni. És hát itt $1.5 a levegő. Még a levegőért is fizetni kell. Veszel egy mély levegőt, bazd meg az USA-ba, és 1.50. Beszarsz. Nagyon kemény. Kapitalizmus van Floridában. Nem semmi. 500 forint. Leszurkolod, öcsém, azt negyed óráig fújhatod magadat teli. A tüdődet is. Na hát gyerekek, azért ez a látvány, azért ez nem Európa. Azért ezt mindenki beláthatja, azért ez nem gyenge. Jó az idő, a szél az egyébként egyre erősebb, nagyon feltámadt. Érezhető, hogy a tenger közelsége, úgyhogy már nehezebben tudok haladni ebben a kemény szembeszélben, de gyűröm a kilométereket. Na hát kérem szépen, nehéz lesz vadkempingezni. Mindenhol ki van rakva ez a tábla, ahol egy kis picsányi kis zöld felület van, és már megyei vagy állami parknak nevezik magukat. Ott már ki is van rakva, hogy nem lehet parkírozni vagy kempingezni, pedig pont ilyen parkokra fájt a fogam. És ezt is kinéztem magamnak, kezd esteledni, de még van azért bőven, hogy 30-35 kilométerem hátra, úgyhogy nem maradok itt, hanem nyomom tovább. Na hát pedig Európában azért ilyen parkokban simán lehet vadkempingezni, Észtországba, Finnországba, Norvégiába, de még a Balkánon is. Simán bemertem vállalni így a városok szélén, vagy ilyen külső vezetekbe a vadkempingezést, és ez is jó lett volna, de hát lehet, hogyha majd napnyugta lesz, és már nem látszik annyira, akkor be fogom vállalni, mert egyszerűen vadkempingeznem is kell. Például mai éjszakára nincs is foglalt szállásom. Este 8 óra van, Miamit körülbelül 20 kilométerre hagytam el. Key Largo 31 kilométerre van még innen, ami hát nem egy nagy kaland, de hát most már azért besötétedett. És elég nagy vállalás volt ez a 100 kilométer így az első napra, a megérkezés után, illetve még itt a jetlag leküzdésével is. A délelőtt folyamán nagyon fáradt voltam, meg is látszott a teljesítményemen. Illetve még az is probléma volt, hogy későn indultam, reggel kezdtem összeszerelni a kerékpárt, és eléggé megcsúszva olyan fél tizenegy körül indultam Miami Coral Gables negyedéből, a hotelből, ahogy már az előző képsorokból egyébként láttátok is. És nem vettem figyelembe azt, hogy minden egyes kereszteződésnél meg kell állni. Egyébként nagyon jó infrastruktúrával, nagyon egyszerűen és nagyon szépen kerékpáros barát módon ki lehet
találni Miamiból, amivel nem is lett volna olyan nagy probléma, viszont azt, hogy 100-200 méterenként meg kell állni, le kell szárni a bicikliről, várakozni kell a kereszteződésekbe, míg átenged vagy a gyalogos zöld, vagy maga a rendes közlekedési lámpának a zöldje. Szóval megszenvedtem vele, de hát egyébként ezt tudhattam volna, mert már azért a kerékpáros múltamban volt már egy pár nagyváros, és hát ezt most ebben az esetben nem vettem figyelembe. Természetesen szállást azt már nem fogok találni, illetve a ma estére és a holnap estére nem is nagyon volt betervezve. Elnézést, a szúnyogok, moszkítók azért itt most már rendesen kezdik támadni az embert. Szóval szállásban nem nagyon fogok tudni gondolkozni, vadkemping volt egyébként mára és holnapra is betervezve, vagy kemping. Meglátjuk, hogy milyen területet találok, az is lehet, hogy valami padon fogok csövezni. Igazából még nem döntöttem el, sőt, még az is lehet, hogy egész éjszaka tekerni fogok. Egy biztos, most nagyon jó idő van, 23 fok, elcsendesedett a szél. Egyébként ez is nehezítő körülmény volt, mert borzasztó nagy szél volt egész nap, és nagyon nehezen lehetett haladni. Szóval folytatom az utat, és majd hamarosan kiderül, hogy mi történik kilárgó után, ha elérem még most ma este 10-ig, fél 10-ig, 10-ig mutatja egyébként a GPS-em, hogy kilárgót elérném. Igaz is lehet, hogy letekerek, és akkor ott valahogy elcsövezgetek.